Engedd el, biztosan mindenki hallotta már ezt a mondatot, amikor elengedési problémái voltak valakivel vagy valamivel kapcsolatban. A valami sokkal érdekesebb, mert az mindenkinek egészen más lehet, és egészen más technikák szükségesek ahhoz, hogy az elengedés valóban megtörténjen. Péter Fiudit ennek a témának nézett utána, nagyon neves szakértők segítségével. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak. Péter Fiudit 25 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, akkor mindketten televíziós újságírók, szerkesztő riporterek voltunk, de most egy teljesen új arcodat, oldaladat mutatod meg, mert hogy mindjárt kezdődik a könyvbemutatód. Az is nagyon érdekes, hogy hogy kezdtél el könyvet írni, hogy jött az ötlet, de miért az lett a címe, hogy Engedd el. Őszintén kimertem mondani azt, hogy mély ponton voltam, olyan traumák értek, amit igazából nem tudtam, hogy hogyan fogok kikecmeregni, és úton útfélen mindenki, aki próbált kvázi segíteni rajtam, azt mondogatta nekem, hogy tudod, hogy el kell engedned. Engedd el a munkádat, ami a szíved vágya volt, engedd el azt a párkapcsolatot, amitől esetlegesen családot reméltél. Egy betegséggel találtam szembe magam, azt mondták, hogy ha nem engeded el és rágörcsölsz, akkor még jobban belekevered saját magad, és akkor biztos, hogy nagyon rossz vége lesz. És nem értettem, hogy miért mondogatja ezt mindenki nekem, hogy engedd el. Amikor visszakérdeztem, hogy mégis mondjátok már meg, hogy hogyan kell elengedni, akkor mindig ilyen közhelyeket kaptam. Tudod, hogy nem görcsölsz rá, lazán veszed, és akkor jött a következő történet, amikor azt mondták, hogy engedd el, a másik pedig azt mondta, hogy tudod, hogyha nagyon akarod, akkor megkapod. És így álltam, teljesen összekeveredtem ebben az egészben, miközben tényleg a padlón fetrengtem szó szerint. És én azt mondtam, hogy valahogy így saját magamnak kell megtalálnom az utam. És én azt mondtam, hogy jó, akkor én valahogy ezzel elkezdek foglalkozni, mert én azt láttam, hogy ha azok az emberek nem tudják, hogy pontosan hogyan kell elengedni, akkor nem csak egyedül vagyok ebben az egész történetben. Nézzük meg, hogy egyáltalán van-e ennek nyitja, van-e kulcsa annak, hogy hogyan kell elengedni valójában. És én ezt kezdtem el forgatni több interjú kapcsán, és rájöttem arra, hogy kvázi az én véleményem, az én belső megéléseim nem tudnak akkor képernyőre kerülni, mert hogy a szakemberekkel készítettem interjút, és egy formája volt, egy módja volt az írás annak, hogy én igazából a saját terápiámat írtam meg. Azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját engedd el terápiára, és nem is szabad mindenkire mindent ráerőltetni. Tehát lehet, hogy ami számodra hatásos, az nekem nem válik be. És ezt el kell fogadni a terapeutáknak is, és szerintem a pacienseknek is, hogy igenis saját magunknak kell végigjárni ezt az utat, saját receptünket kell kvázi felírni, és azt nekünk kell kiváltani. A végére megtaláltad a megoldást, hogy tudsz elengedni te? Szerintem egy kapaszkodó lehet, csemegézni tudnak belőle, válogatni tudnak benne, azonosulni tudnak esetleg az olvasók azzal, hogy a szakemberek mit javasolnak, milyen iránymutatást mondanak. Ők sem mondják azt, hogy ezt igen, ezt ne. Én sem mondanék soha ilyet. Felajánljuk, hogy egyébként van rá lehetőséget, hogy így tegyél, vagy úgy tegyél. Hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni.